Köszönöm szépen itt a kedves köszöntéseket. Ez igazából úgy érzem, hogy túl sok is volt, mert így magamról nem tudtam mennyi mindent általában elmondani. Az, hogy ilyen sokan voltunk, ez különösképpen meglepett, mert abban, hogy a Bankszövetségben vagyok, van egy rajongói krúvom, aki a nehezebb időben péntekenként bejár hozzánk a Bankszövetség előtti fő József Nádor térre, és gyertek ki kiáltásokkal szokott minket köszönteni. Úgyhogy most nagyon remélem, hogy ez a rajongói klub nem képviseli magát, így nyugodtan tudunk a mai nap fontosabb dolgokról beszélni. Ugye itt ezek jó fosztrányok voltak, de megjegyzem, hogy van egy csomó minden, amivel még így ezen kívül foglalkozok, mert ugye én az egyházban is vannak viszonylag jelentősebb tisztségeim is, amiket csinálok, tehát így a Református Egyetem meg is az egyik vezetője vagyok, még egy csomó pénzügyi cégnek is benne vagyok a vezetésében. Ami nagyon fontos, és foglalkozni kell, az pedig abból indul, hogy én először lelkésznek készültem, és 30 évvel ezelőtt készültem az első igehirdetésemre, tehát ténylegesen van egyfajta lelkész indítatás is az életemben. Amikor a mai napra azt mondom, hogy eljövök Egerbe, akkor mindenképpen kellene arról beszélni, hogy hogyan lehet a bankári munkát rendesen végezni. És odahaza van egy zászlóm, amiről nem tudtam először, hogy az a pirosan ott levő szöveg, hogy minden pálya dicső, ha belőle hazád derül fény, ez Kölcseitől származik. Azt tudtam, hogy a zászló az a szegedi húsvágók és Sertés Hizalúnak a zászlószalagjának az egyik fő üzenete. És akkor ezen gondolkoztam, hogy ha azt tudják mondani, ezek a Sertés Hizalók, tehát hogyha valaki dolgozott már az agráriumban, és tudja, hogy mit jelent a sertések után lapátolni, akkor nagyon jól tudja, hogy mennyire nehéz, sok esetben alantas munka is, ugye a sertések utáni tisztogatás. Tehát, hogyha egy sertés hízlaló azt tudja mondani, hogy minden pálya dicső, ha belőle hazád derül fény, küldi ezt az üzenetet nekünk ugye a disznóolakból, akkor megjegyzem, hogy nagyon sok embernek arra fel kell hívni a figyelmét, hogy nem lesz szégyen a munkánk. Ugye vannak ilyen szakmák, amik előítéletesek. Megjegyzem, a bankár az ilyen. Hogy mennyire ilyen, ezt ott tapasztaltam meg, hogy édesmám református lelkész, jönnek a kollégák, és bemutatja a gyerekeit. Öten vagyunk, mondja, hogy hát nővérem, pápán orvos, a férje a kollégium igazgatója. Öcsém Budapesten lelkész, másik öcsém vidéken lelkész, harmadik öcsém egy viszonylag híres tubaművész, és van egy fiam, aki Budapesten dolgozik, na az vagyok én. Akkor ugye nem mondjuk el semmit se, csak az, hogy Budapesten dolgozik, és itt megáll ugye az élet. Tehát gondoljuk el, hogy micsoda előítélet van a bankárokkal szemben, miközben megjegyzem, hogyha nézzük a mai európai társadalmi problémákat, akkor ugye arról kell legfőképpen beszélni, hogy azok az országok, amik bizonyos alantasabb munkákra nem adtak saját fiatalokat, mint Németország, az ugye milyen nehéz társadalmi helyzetbe került a kulturális keveredés miatt. És ugye amikor az a kérdés a társadalomban, hogy hogyan lehet a bankárokkal szemben ugye viselkedni, akkor végig kell gondolni, hogy oda küldtük a legtehetségesebb fiainkat. Hát ha a legtehetségesebb fiainkat nem küldjük oda, akkor nem biztos, hogy jogosan kérünk esetleg néhány dolgot számon. Tehát ugye oda kell küldeni a legjobbakat, és akkor majd ők képviselik a mi saját érdekeinket. Egy dolog biztos, hogy a társadalom úgy nem fog tudni stabilan, hosszú távon működni, hogyha minden ugye munkára saját magunkból nem adunk munkásokat. És ugye azért nagyon fontos, mert ugye amikor a bankszektorról kell beszélni, akkor mindig azt kell megnézni, hogy a gazdaságot hogyan és miként lehet ugye nélküle működtetni, vagy van-e a gazdaságban szerepe. És azért egy dologra figyelni kell, hogy a bankszektorba befektetett minden egy forint, amit a tulajdonosok befektetnek, annak a hatása a gazdaságra legalább tízszeres, mert ugye a bankok az egyegységnyi tőkéből legalább tízegységnyi hitelt csinálnak. Tehát ugye tízszereződik az a gazdasági hatás, amit a bankszektor ma a társadalomba ugye ki tud fejteni. Hát akkor már érezzük azt, hogy a bankszektornak valami speciális szerepe van abban, hogy a gazdaság az valójában fejlődni tudjon.
hogyha ezt a teljes folyamatot látjuk, akkor lehet arról beszélni, hogy a bankszektornak ugye a társadalomban milyen feladatai vannak, és ez az, amit nekünk is ugye tudnunk kell a bankszövetségben, hogy milyen felelősségünk van abban, hogy mit mondunk külföld felé a nehéz időkben is, ugye? Mi az a türelem, amit ugye véghez kellett vinni az elmúlt 7 évben, amikor ténylegesen ugye mindig mentünk tárgyalni és tárgyalni és tárgyalni, megjegyzem, hogy vannak eredményei, mert a magyar gazdaság az alapvetően megmaradt a növekedési pályán. Ugye itt vannak pozitív kilátások előttünk, van még sok feladat is benne. A magyar bankszektor Európában szinte egyetlenként teljesen stabil maradt. Tehát ugye, ha nézzük a hitelintézeti csődöket, akkor látni kell azt, hogy Magyarországon banki múltú, tehát banki múlttal rendelkező hitelintézet alapvetően nem ment csődbe, szövetkezeti típusú, aki éppen átalakult ilyen csődök, azok alapvetően voltak vagy szövetkezetek, de maga a bankszektor az stabilan tudott működni. Ma, amit mindenkinek tudnia kell, hogy ahhoz, hogy a gazdaság működni tudjon, ahhoz a legtehetségesebb fiainkat is el kell küldeni azokra a szakmákra, amikkel szemben vannak előítéletek. Tehát túl kell lépni ezen a körön, ha túl tudunk lépni, akkor nyilvánvalóan ebből lesz majd egy tovább lépés is az ország javára. A mai nap azt gondoltam, hogy hozok több olyan gondolatot, ami a bankszövetséget érinti, és ugye majd fűzök hozzá egy-két olyan megjegyzést is, amiből látszik, hogy a bankoknak a munkája, az európai beágyazottságunk, az hogyan és miként értékelhető, és hogyan lehet erre tekinteni. Az egyik alapvető dolog, mert azt nem tudtam, hogy itt mindenki közgazdász vagy nem közgazdász, és azt gondolom, hogy úgyis itt hagyom a prezentációt, ha valakit érdekel, legalább annyit megtettem, hogy a múltra visszatekintsünk, hogy nézzük meg, hogy Magyarországon a kétszintű bankrendszer létrejötte óta alapvetően mi és hogyan működik. Ez a közgazdászoknak lehet, hogy nagyon triviális, aki viszont nem közgazdász vagy érdeklődő, azok számára érdekes lehet ugye ez az időbeli felosztás. Mint ez, itt látom, hogy sok a fiatal is, ha visszatekintünk a 1987 előtti időkre, akkor Magyarországon alapvetően egy bank működött, ugye ez volt a Magyar Nemzeti Bank, aki a teljes vállalati szektornak a számlavezetését és a hitelezését ellátta. Tehát ugye ez volt az egyszintű bankrendszer, ezen kívül még volt olyan hitelintézeti kör, aki a lakosságot, ugye mint takarékpénztár vagy takarékszövetkezeti hálózat szolgálta ki. A modern bankrendszert azt attól kezdve szoktuk számítani, amióta a bankrendszer kétszintűvé vált, tehát a jegybank az ugye egy ernyőként szabályozza, felügyeli, összefogja a kereskedelmi bankokat, és ugye a második szinten pedig ott vannak azok a bankok, akik a végső ügyfelekkel, a vállalati és lakossági ügyfelekkel állnak kapcsolatban. Ugye 87-ben legelsőként a keleti blokkban Magyarországon jött létre a kétszintű bankrendszer politikai döntés eredményeképpen, aminek az nyilvánvalóan volt egy előzménye, hogy a szocialista típusú piacgazdaság az, hát, vagy az egész szocialista gazdasági rendszer az ugye, hát úgy néz ki, hogy végérvényesen rossz pályára vitte az országot, tehát egy változtatási kényszer volt. Ennek az egyik alapeleme volt, hogy a bankrendszert akkor próbáljuk meg közelebb vinni a piacgazdasághoz, a kapitalizmushoz, és ugye ezért hozták létre egy kétszintű bankrendszert. Nyilvánvalóan, hogy 93-ig az első demokratikusan választott magyar kormány működési idejéig tartott az időszak, amíg a bankszektornak az új rendszer szerint kiépült a szabályozása, a törvényi háttere, tehát az alapvető jogszabályi rendszereket ehhez kiépítették. Utána a stabilizáció az a 94-től alapvetően 2000-ig tartott, amit már ugye a privatizáció is jellemzett, amikor is nagyon sok külföldi bank megjelent Magyarországon, és a tőkeerejükkel a magyar gazdaságba friss tőkét, és megjegyzem, nagyon sok know-how-t, tehát ugye szakmai tudást is hoztak.
Annak idén azt gondoltuk, és tényleg ezt vallottuk, hogy a bankszektor volt a legelső ágazat, ami teljes egészében az európai normákat és technológiákat vette át, tehát úgy tekintettünk a bankszektorra, hogy húzza magával a gazdaságot. A következő érdekes időszak az 2000-től 2004-ig tartott, amikor a felkészülés ugye történt az Európai Uniós csatlakozásra. Itt már alapvetően a hitelezés is felfutásnak indult, tehát az a jól felkészült, feltőkésedett bankszektor itt már alapvetően tudta a gazdaságot alapvetően mozgatni. A következő ugye érdekes időszak, ugye ez a 2004-2008, ez az EU csatlakozástól a válság kitörésig tartott. Sokan ezt az időszakot, ezt a négy, esetleg 2000-től számítva 8 évet tartják a magyar bankszektor aranykorának. Ugye itt már az Európai Uniós szabályzási elvek kerültek átvételre, és a versenynek az erősítése. Nyilvánvalóan a legnehezebb időszak a bankszektorban, tehát hogy éreztem, ott volt egy ilyen 7 bőségesebb év, utána most egy 7 szűk esztendő következett a válság után, ugye 2008 óta, amikor a fogyasztóvédelem került nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, különösen Európában előtérbe. Tehát ugye az a fajta állásfoglalás, amit akár az egyházak is többször elmondtak, hogy nem lehet magára hagyni a kis embereket, az ugye messze menően a politikai sát vette, és a fogyasztóvédelmet abszolút előtérbe hozta. Nyilvánvalóan a válság kitörése kapcsán a felelősségből a bankszektor bőven kapott, ugye a terhekből, ugye különböző adózási, meg egyéb kérdésekben is ez testet öltött. Amit még ugye érdemes tudni a válság utáni időszakról, ez így volt minden korábbi válság idején is, hogy a szabályozás inga ilyenkor mindig túlmutat, tehát messze menően túlszabályozzák a szektort, hogyha valaki figyeli az európai folyamatokat, akkor a bázeli elvek, meg ehhez hasonló európai uniós elvek, azok mind-mind azt vetítették elő, hogy a bankszektort az hogyan kell olyan szinten feltőkésíteni, hogyan kell az aktivitását olyan szinten nagyon erős szabályok közé szorítani, hogy kiszámítható és hosszú távon biztonságosan működjön. Ezt ugye mi Magyarországon azért nem éreztük fontosnak, mert nem stabil volt a bankszektor. A bankszektornak jó volt a tőke megfelelése, de bizonyos európai országokban a bankoknak a működéséhez nagyon erős állami részvételre volt szükség. Hát az állami részvétel miatt nyilvánvalóan jött az a hatás, hogy a bankszektort szabályozzuk, és alapvetően ugye tartsuk korlátok között. Ez azért nagyon lényeges, mert a bankszektor egy olyan szektor, amelyik alapvetően az a természetessége, hogy prociklikus. Tehát ugye mindig kitölti a maximális teret, amikor a gazdaság növekszik, akkor ugye mindenben azonnal ugye részt vesz. Ha a gazdaságban bajok vannak, legelsőként húzza magát össze. Ugye ennek alapvetően az a fő problémája, hogy amikor felfutás van, akkor még erősíti, még jobban fűti a gazdaságot, amikor baj van, akkor meg ugye visszafogja. Ezt a tevékenységet mindig a szabályzóknak kell ugye mederben tartani. Ugye mi a normális szabályozói működés, amikor a gazdaság nagyon felfűteni magát, és a szektor is nagyon aktív lenne, akkor össze kell húzni a szabályzóknak a medret, és mederben kell tartani. Amikor viszont amúgy összehúzná magát a bankszektor, akkor meg tágarabb kell nyitni a szabályozási korlátokat. Ugye ez a normális, és így lehetne a gazdaságot stabilan tartani. Na persze ez nem így történik, mert ma ugye a különböző törvényeket politikai, popularitási szempontok alapján hozzák, ennek ugye van egy következménye, hogy miközben azt érezzük, hogy a bankszektornak ugye a gazdaságot kellene fűtenie egész Európában, és kellene a növekedést segíteni, újfajta innovativitásra, kreativitásra lenne szükség, akkor ugye válság kitörése után, hogy visszarakjuk a növekedési mederbe a gazdaságot, pont ekkor a túllendült a szabályozási inga, és nem az, hogy nem tud kreatívan részt venni a gazdaság növekedésében, a saját túléléséért küzd, tehát ugye pontosan rosszul következett be a szabályozási folyamat, ma ezt már mindenki látja, és azt is látjuk, hogy Európai Unióban hogyan gondolkoznak a nemrég hozott szabályoknál a túllendült ingán, a visszaállításon, hogy hogyan lehet még menteni, ami alapvetően menthető annak érdekében, hogy az európai gazdaságban egy kis élet lehelődjön még bele.
ez volt a történeti rész, hogy hogyan néz ki a Magyarországon a bankszektor. Egy kicsit beszélek a Magyarországról, mert ma, amikor bármikor megyek, legfőképpen Brüsszelbe járok minden hónapban, akkor mindenki Magyarországra, mint egyfajta renitens, vagy az átlagtól eltérő gondolkozású országra tekint. Itt ugye nagyon sokan olyan beszéltek ilyen anortodoxiáról, megjegyzem, hogy néhány év után lehet, hogy az anortodoxiát már egy újfajta ortodoxiának kellene hívni, ami a bankrendszerben történik, az mindenképpen ugye ennek a része. Nézzük meg ennek ugye az egyik főelemét, ugye a globális kihívásokat. Itt ugye ez nagyon fontos kérdés volt mindig a történelemben, a politikai és a pénzügyi elitnek a viszonya. Ha valaki mondjuk a Fuggerekre gondol, akkor mit tud, hogy ugye voltak olyan bankárcsaládok, akikhez a politikusok ugye jártak, és az volt a sorrend, hogy a bankár majd megmondta, hogy mikor fogadom az uralkodót, és ugye tudott az idővel játszani. Ilyen volt Magyarországon is, nem hiszem rá, amikor a legfőbb bankár megvárta, amíg a miniszterelnök jelölt felér hozzá a lépcsőn. Tévéhíradó. Tehát volt ilyen időszak. Ez az időszak, megjegyzem, hogy eszes mindenkorra véget ért. Ennek vannak ugye veszélyei. Nyilvánvalóan most banki oldalról mondom a veszélyeit, ugye banki oldalra szedjük a veszélynek, hogy az ipari forradalom óta a bankszektornak jelentős gazdasági érénkítő szerepe volt, ugye ipari forradalomban azért, mert az azért tudott akkor kitörni, a mi bankári megítélésünk szerint, mert akkor volt a bankszektor először arra képes, hogy olyan óriási, írdatlan összegű tőkét tudott összehozni, hogy tudta abból a gép vásárlásokat finanszírozni. Egy gőzgépnek az ára összehasonlított volt egy Dunahíddal, tehát ez tényleg egy őrületes költség volt ugye a gépeket megvenni, amire viszont szükség volt ahhoz, hogy az iparosodás és a társadalmi jólét az elinduljon. Ugye mi erre bankosok azt mondjuk, hogy lám milyen jó, hogy a bankosok meghatározó szerepet játszottak a világ életében, hiszen ennek hatására a társadalmi életszínvonal folyamatosan drasztikus mértékben emelkedett. Ugye ipari forradalom előtt egy átlag ember szegényebb volt, mint ma egy otthontalan, mert az otthontalannak van két ilyen reklámszatyra, amiben van váltóruhája. Korábban az embereknek nem volt váltóruhájuk. Akinek volt, az már nemes ember volt. Tehát ugye van egy elképesztő életszínvonal emelkedés, és az életszínvonal emelkedésnél ugye azt látjuk, hogy van egy bankszektor Európában, amelyik több száz éve stabilan működik, irányítja háttérből a politikát is, és a gazdaság is nagyon gyors növekedés sem ment ennek hatására végbe. Itt egy váltás bekövetkezett, és ugye most először, több évszázad után, most először érezzük azt, hogy a politikait ráeszmélte az ő valóságos hatalmára, és visszavette magához a hatalmat. Tehát megjegyzem, hogy ma már, én voltam miniszterelnök úrnál, megvártam, még felírunk a lépcsőn. Tehát megfordult. Pedig ott volt az összes jelentős banknak az elnöke. Tehát simán megvárta, sőt, még várt 5 percet is, amíg bejött a szobába. Tehát megfordult a sorrend alapvetően. Ennek nyilvánvalóan vannak ugye kulturális kérdései, mert ugye az a bankszektor, ami hagyományosan kiszámítható módon működik a maga tradicionális módszereivel évszázadok óta, ahelyett jön egy olyan politikai elit, akinek 4 évente meg kell küzdeni a hatalmáért. Teljesen más a kultúra, gondold el, mennyire más a kultúra, ahol 4 évente neked a választásokon ugye helyet kell tudni állni, meg kellene próbálni megőrizni a hatalmadat, vagy akár még növelni a szavazatoknak a számát. Ugye mennyivel kisebb kiszámíthatóságot tesz lehetővé, mint az a szakma, aminek a szokásai azok ugye évszázadok óta kialakultak, és a mai napig uralják az életet. Tehát ugye ez az egyik jelentős változás. Ahogy említettem, a szigorúbb szabályozói keretek, tehát az ingaszt túllendült ezzel, ma a világ minden országában emiatt szenvednek, és a fogyasztóvédelem az alapvetően megerősödött. Ezt nagyon sok pontból egyébként még mi bankosok is helyesnek ismerjük el, hogy valóban a kisembernek a védelemre szüksége van. Ugye a politika újraépíti a státuszkót, ezt mondtam. A likviditás import. Ez ugye azért nagyon lényeges, mert korábban mi magyarok ugye úgy működtünk, hogy alapvetően nem volt jellemző, hogy megtakarítsunk.
Ugyanakkor a hiteleket mind a lakosság, mind a vált ügyfélkör nagyon szerette. A vált ügyfélkört ugye azért szerette, mert szüksége volt, nem volt tőkéje, tehát a tőkét is ugye hitellel pótolta. A lakossági ügyfélkör pedig ugye előre tudta hozni ezáltal a költéseit, és nagyon sokan ugye bekerültek egy ilyen tulajdonsági spirálba. Ha az ország szempontjából nézem, akkor azt látjuk, hogy kevés volt a megtakarítás, és nagy volt a hitel. A különbséget azt alapvetően az osztrák, mit tudom én, alpesi parasztnak, az olasz meg a német gyári munkásnak a pénzeiből pótoltuk. Tehát ugye onnét hoztuk azt a likviditást, amit mi magyarok éltünk alapvetően fel, anélkül, hogy országos vagy társadalmi szinten megdolgoztunk volna érte. Ezt el kell gondolni, hogy úgy tudtunk, hogy milliárdokat az országban évente behozni, hogy nem dolgoztunk érte meg, ugyanakkor élvezni tudtuk az előnyeit. Ezzel mindig csak egy esetben van baj, amikor vissza kell fizetni. Ugye ma már ebben van egy jelentős változás, a hitelállomány, a bankhitelállomány drasztikus mértékben leépült, ugyanakkor a lakossági megtakarítás az minden eddiginél nagyobb mértéket öltött, tehát ma már körülbelül egyensúlyban vagyunk, ma az országban körülbelül annyi hitel van, mint amennyi bankbetét van, ha banki oldalról nézzük. Ha az egész gazdaságot nézzük, ez nem igaz, mert a legtöbb multinacionális nagyvállalat a magyarországi beruházásaihoz még mindig külföldről vesz fel hitelt, tehát erre figyelnünk kell, mert ez a fajta kitettség, eznek nyilvánvalóan hát a lobby szempontjából ma jelentős erővel bír, tehát azt a politikai elitnek a mozgásterét azért bizonyos szinten be fogja határolni az, hogy a nagyvállalat ügyfélkörünk az az anyaországok finanszírozásától függően tudja folytatni a magyarországi tevékenységét. Magyarországon miről kell beszélni? Ugye csökkent a bevételi bázis, jelzálog hitelezésnél ismerjük a szabályzásokat, tehát megváltozott. Az önkormányzati piac, ugye ott is megtörtént a konszolidáció, teljes mértékben megváltozott. A projekt, ingatlan projekt hitelek teljes mértékben megváltoztak. Nem is látom azt, hogy a csökkenő lakosság szám mellett mikor lesz szükség ismét ingatlan beruházásokra, és ugye az alapkamat csökkenés az alapvetően a bankszektortól szintén ugye a bevételi bázisnak a csökkentésének a részét képezi. És a bankszektornál ugye van egy hosszú távú teher, az pedig, hogy a banki költségek között ugye ezeket a terheket a bankszektor érvényesíteni fogja, érvényesíti is, tehát ezzel is számolnia kell az ügyfélkörünk szempontjából, hogy hogyan tudjuk őket ezen az árszinten kiszolgálni, amit egyébként a terhek jelentős mértékben befolyásolnak. Hát amikor a problémák okait kell keresni, akkor ugye miről beszélünk? A piacgazdaság ciklikussága, a bank természet alapján, ilyen a természete, ezt nem lehet megváltoztatni, már sokan próbálkoztak vele, nem, hát a kecske megeszi a káposztát, a bank az úgy működik, amikor a gazdaság pörög, akkor ő is nyomja ezerrel, ha a gazdaságban baj van, akkor behúzza a féket, ez így működik, tehát ez van. Ugye a gazdaságpolitikánkban is van némi ilyen probléma okozóink, itt három ember tudok ebből alapvetően kiemelni, akik jelentős mértékben befolyásolják a gazdaságpolitikát, és a gazdaságpolitikát úgy befolyásolják, hogy az a magyar bankszektor számára sok-sok nehézséget jelent. Nyilvánvaló, hogyha a végeredmény az lesz, hogy a magyar gazdaság az, mit tudom én, ilyen turbó meghajtásszerűen ki fog lőni, és mindenki minket fog irigyelni, akkor ezt a negatív éveket majd könnyebben lesz elfelejteni. Ha ez nem lesz így, akkor a negatív éveknek a hatása még sokáig érződni fog a bankszektor működésén. Ugye vannak a menedzsment kérdések, ugye túlfűtöttség, hát emlékszünk azokra a reklámokra, hogy nem is kérünk igazolást, csak vedd fel a hitelt. Ugye ezzel szemben ugye vannak olyan hagyományos bankárok, akik mindig is erősen kockázatkerülők voltak, tehát klasszikus értelemben jártak el. A költséggazdálkodás roppant érdekes. Épp azt néztem meg, hogy a legnyereségesebb bankjaink szponzori oldalon sehol sincsenek, még esetleg éppen a legveszteségesebb bankjaink, azok a szponzorációban is jelentős szerepet tudnak vállalni. Tehát nyilván összefügg a kettő, hogy a költséggazdálkodást hogyan és miként fogják a bankok vissza. Egy dolgot látunk, a gazdasági válságnak világszinten az a hatása, hogy a bankszektor költséggazdálkodása a lehető legszigorúbb módon került bekorlátozásra. Tehát nem csak Magyarországon csökkent
a különböző támogatások, szponzorációknak a volumene, hanem egy világszinten is eluralkodó folyamatnak vagyunk a részesei. És ugye erről általában a bankvezetők nem szeretnek beszélni, de figyelembe kell venni a vezetői képességeket. Tehát nyilvánvalóan oka van annak, hogy vannak olyan bankok, akik a legnehezebb években is Magyarországon is tudtak nyereségesen működni, és vannak önök, akik pedig ugye évente elbukták a tőkéjüknek a felét. Tehát biztosan a vezetői képességeknek szerepe van. Egy dolgot ugye látni kell benne, hogy éppen, hogy itt van egy csomó ifjúságokra beszélnem is kell, tehát az a fajta tudás, amit meg lehet szerezni, azt érdemes is kihasználni, és nyilvánvalóan, hát mint érdekesség mondom el, hogy amikor találkozok külföldi bankvezetőknek a bankvezetőkkel, hogy a gyerekeik mit és olyan csinálnak, akkor ugye így az ember a családjáról néhány találkozás után szokott beszélni. Én nagyon büszkén szoktam azt elmondani, hogy a legidősebb fiam az hát ilyen közel anyanyelvi szinten beszél németül meg angolul, és hogy tanul meg minden, és utána néznek rám, hogy ebben mi az a nagy csoda, hogy az én gyerekem beszél két idegen nyelvet, az ő gyerekek általában 4-5 idegen nyelvet beszélnek. És a legjobb iskolákba járnak, mármint hogy a világszinten a legjobb iskolákba. Tehát nyilván azt a fajta tréninget kapják meg, ami után a legnehezebb időszakban is majd helyt fognak tudni állni. Tehát itt arra akartam utalni, hogy a mai felsőoktatásban is kell változás ahhoz, hogy az ifjúságot fel tudjuk a jövő kihívásaira készíteni. Megjegyzem, van kihívás, az ő több nyelven beszélő és legjobb egyetemeken végzett gyerekeik, azokkal kell majd versenyeznünk ugye a piacon. És ugye van a diákságnak is, mert amikor én is Amerikában kint éltem, akkor megjegyzem, a hétvégén is a tanulás volt a szokás. Tehát ugye a hétvége volt arra, hogy megírjuk a minden héten azokat a elképesztő mennyiségű ilyen paperöket, ilyen házi dolgozatokat, ahol ilyen 30-50 dolgokat vártak el egy-egy tantárgyból, hogy mutassuk azt, hogy tényleg feldolgoztuk a ránk kiszabott terheket. Tehát az ifjúság is jelentősen a jobb egyetemeken máshogy állt hozzá a munkához, és sokkal többet tett annak érdekében, hogy felkészüljön a jövőbeli kihívásokra. Ezt most biztatásul szeretném elmondani az ifjúságnak, hogy tessék nagyon komolyan venni a főiskolai egyetemi éveket. Ebben az nagyon sok ábrát hoztam magammal, ezért van, amelyikről csak egy-egy dolgot emelek ki. Ilyen ez az ábra is, ahol egy dolgokra felkívnom a figyelmet, nem tudom, hogy hátulról mindenki látja, ezért elmondom, hogy mi van rajta. Az látszik, hogy van egy vízszintes vonal a 0% mellett, és ilyen piros háromszögekkel éreztem azt, hogy a hitelállomány hogyan változott az elmúlt 7 évben, és hogyan változott az elmúlt 7 évben a GDP. Ugye bízok benne, hogy Egerben is azt tanítjuk itt a főiskolán, hogy amelyik országban nő a hitelállomány, ott növekszik a gazdaság. Ki is tudjuk mutatni, hogy milyen összefüggés van közte, és nagyon érdekes, folyamatosan kell felhívnom a figyelmet, mi az, ami látszik Magyarországon? Magyarország azon nagyon ritka ország közé tartozik, ahol a hitelállomány csökkenése mellett is a GDP növekedni tudott. Ez a normális. Ugye az a normális, hosszú távon az a fenntartható, hogy a hitelállomány növekedésével magunkkal húzok a gazdaság növekedését. Magyarországon a tankönyvet csődöt mondtak, tehát új ortodoxia meg van alapozva, csődöt mondtak, növekszik ugye a gazdaság, hogy csökken a hitelállomány. Erről viszont, amit tudni kell, hogy hosszú távon ez a fajta növekedés igazából nem tartható fent, tehát előbb-utóbb a problémás országokat jellemzi az, hogy csökken a hitelállomány, tehát a hitelállományban a növekedés jobban magával húzza, tehát nyilvánvalóan nekünk is vissza kell térni arra a fajta gazdaságra, amikor a hitelekkel húzzuk magunkkal a gazdaságnak a növekedését. Ami érdekes ugye az összevetésben, hogyha megnézzük, hogy melyik ország, itt ugye sorba írom az országokat, melyik országban mennyi a külföldi tulajdonoknak a piaci részesedése. Ugye Magyarországon politikai célkitűzés volt az 50%, megjegyzem, az Orbán kormány végrehajtotta az általa kitűzött cél, tehát alapvetően el tudta érni mérleg főszeg alapján a bankszektorban az 50%-os piaci részesedést.
Ezzel az látszik, hogy a mi versenytársainkhoz képest, hogyha a versenytársainknak tekinthetem a szlovákokat, a cseheket és a lengyeleket, akkor ugye Magyarországon sikerült a legmagasabb magyar részesedést a bankszektorban elérni. Ugye itt a megítélés kapcsán arra kell figyelmet felhívnom, hogy nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt 7 évben ezek a bankok nem voltak magyar bankok, mert akkor a bankszektorba tőkepótlásként felhasznált ilyen 1000 milliárdok euróban azokat a költségvetésnek kellett volna állni. Ha lesz még egy válság, akkor azt 50%-ban a költségvetésnek kell állni, tehát ezzel a kockázattal számolni kell a tulajdonosi háttér változása miatt. Hát van egy ehhez kapcsolódó megítélés, ez éppen egy kínai politikai vezetőtől származik, aki azt mondta, hogy szerinte teljesen mindegy, hogy milyen színű a macska, az a lényeg, hogy megfogja az egeret. Ugye ebből a szempontból is lehet nézni, tehát nekem, mint bankszövetség, teljesen mindegy, hogy melyik banknak mi a tulajdonosi háttere, mint bankszövetségi főtitkár, az a lényeg, hogy a aktív hitelezéssel segítse elő a gazdasági növekedést. Mi bízunk abban, hogy Magyarországon ez a tényleg fele-fele, vagy kiegyensúlyozott tulajdonosi háttér képes lesz arra, hogy a gazdaságot mozgásba hozza. Ami egy másik kérdés, és ugye ezzel mindig foglalkozni kell, hogy ugye ezt azért is mondtam, hogy a gazdaság és a bankszektor összefügg. Olyat még nem láttam, hogy egy jól működő gazdaságban egy veszteséges és rosszul működő bankszektor létezzen, ugyanakkor fordítva se, olyat sem láttam, hogy egy rosszul működő bankszektor mellett ki tud alakulni egészséges gazdaság, a kettő az egymással nyilván összefügg, tehát ahol jól működik a gazdaság, ott jól tud működni a bankszektor, és viszont a kettő az egymásra hatással bír. Szoktunk ilyen tőke meg eszközarányos nyerességeket ugye összevetni, ugye ez a Return of Equity olvasható ezen a táblán. Ugye megnéztük, hogy alapvetően hol tartunk az Európai Unió ugye országai között. Ugye mit látunk? A magyar bankszektor alapvetően veszteséges, tehát hosszú távon, elmúlt 7 évben veszteséget képzett, miközben a hasonló nehézségekkel küzdő versenytársaink, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, azok mind-mind olyan 10% környéki return of equity-vel rendelkeznek. És nyilvánvalóan ugye, amikor a megtérülést, a jövedelmezőséget nézzük, akkor látható az ok is, hogy miért vannak ilyen jelentős problémáink, az pedig a nem teljesítő hitelek, tehát a rossz hitelállománynak a nagyságával függ össze. Ugye itt berajzoltuk azt az ábrát, hogy a bankoknak a jövedelmezősége és a portfólió minősége hogyan függ össze. Tehát nyilván van az az ország, ahol a portfólió jó, ott a bankszektor is tud normálisan működni, ahol a portfólió rossz, ott a bankszektor is nagy-nagy nehézséggel kell, hogy küzdjön. Hát mi az, amit látunk? Megjegyzem, Magyarország sajnos a negatív régióban van, tehát a portfólió minősége az húzza lefelé a bankszektort, tehát húzza lefelé egyébként a magyar gazdaságot is. Hát ugye itt ugye egy alapvető kérdést tettem még föl, a devizetetnek a rendezési kérdései. Itt azt látjuk, hogy a magyar mint az, mi úgy ítéljük meg, bankosok, hogy mi nem sikeresen csináltuk meg. Megjegyzem, azt elmondhatom, hogy a bankszektorban mi sokat foglalkoztunk azzal, hogy hogyan és miként oldjuk meg a devizeteles problémát. Két alapvető irány volt. Az egyik, hogy ilyen általánosan mindenki számára ugyanazon elvek mentén, ez valósult meg. A másik megoldás az volt, hogy figyelembe vesszük azokat az eladósodottságokat, és a szükségességnek a mértékét, és differenciáltan hajtjuk végre a devizahiteleseknek a megsegítését. Nyilvánvalóan, hogyha ismeri a bankári gondolkozást, ahhoz ez utóbbi át volna közel, a politikus az nyilván az egyszerűbb megoldást választotta, tehát mi az egységes megoldás mellett foglaltunk állást, és ez került végrehajtásra. Megjegyzem, hogy ma azzal kell számolni, hogy a Lengyelországban, pláne az új kormány esetében, Horvátországban és a magyar minta az egyfajta etalonként fog szolgálni.
annak ugye egy számukra van egy előnye, hogy tudjuk, hogy mik azok az intézkedések, amiket hát ilyen privát beszélgetésben a politikusok is elismerik, hogy az rossz volt és kár volt megcsinálni, tehát ugye azoktól már megóvják a politikus kollégáikat, amiket viszont még mindig jónak ítélnek meg, arra meg majd biztatni fogják valószínűleg őket. A lakossági portfólió kapcsán ugye itt mindig a rossz hitelről kell beszélni, erre azért kell beszélni, mert ez társadalmi problémákat vet egyébként fel. Tehát a devizateres kérdésnél, hogyha valaki emlékszik a nemzeti eszközkezelős megoldásra, ugye az azt mondta, hogy aki nem tudja hosszú távon visszafizetni a hiteleit, az átadhatja a lakását az államnak, és ilyen állami bérlakásként majd használhatja. Ott az a tapasztalatunk, hogy az az ügyfélkör, aki átadta, az nem csak a bankhitelt nem fizette, a rezsit sem fizette, ma pedig azt látjuk, hogy tömegesen még a társasházi közös költségnél kisebb bérleti díjat sem hajlandó megfizetni. Tehát ez a Mátyás király lustája módon éri az életét, hogy semmiben se járul hozzá az általa ugye felhasznált energiáknak a fedezéséhez. Tehát ténylegesen úgy csüng a társadalmon. A nemtes ügyeletnél ugye mutatjuk azt, hogy hol tartunk ugye a lakosság esetében a régiónkban. Látszik az, hogy ugye a nálunk jobb helyzetű országokban, ugye szlovákok, csehek, lengyelek ott vannak valahol 5% környékén, mi magyarok pedig inkább a 15 ugye, százalék környékén vagyunk. Megjegyzem, hogy Magyarországon 13 és 15 között egy jelentős csökkenés látható, és a csökkenés nem azért következett be, mert javult a fizetési fegyelem, hanem azért következett be, mert ugye a netes ügyfélkört, meg egy csomó hitelt a bankok lezártak, tehát nem a fizetési fegyelem javult, hanem a könyvekben a zárás következett be, emiatt ugye a számok azok jobbnak tűnnek, de megjegyzem, a társadalmi morál szempontjából jelentős előremozdulás sajnos nem tapasztalunk. És ez az, amivel érdemes foglalkozni, ez pedig azért érdekes, mert amikor odakint tárgyalunk Brüsszelben, akkor van egy nagyon negatív jel. Az pedig az, hogy a brüsszeli bürokraták arról beszélnek, hogy Közép-Európa a Szlovákiától a Baltikumig tart. Hát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy 90-ben, hogy azért dolgozunk 25 évet, hogy a Nyugat-Balkánnak legyünk a vezető országa, akkor biztosan elgondolkoztam volna a jövőmről. És ma tényleg az a gond, hogy Magyarországot ugye Nyugat-Balkánba kezdik át sorolni, ezt persze értem, mert hát a törökök is eddig jöttek. Tehát ugye eddig van balkáni hatás, de az alapvető gond az, hogy a gazdasági mutatóink is ebbe az irányba kezdenek el mutatni. Ugye itt látható az, hogy megnéztem, hogy a hitelállomány hogyan változik, és ugye a nem fizető hiteleknek az aránya. Itt ugye látszanak az elmozdulások, és mi az, amit látunk? A csehek, szlovákok, ugye lengyelek, azok ugye egy ilyen csoportot alkotnak, és ugye ott, ha nézzük Magyarországot, az irány is rossz, és megjegyzem, hogy a mi csoportunkban ilyen Románia, Horvátország, meg ehhez hasonlókat látok, tehát alapvetően ténylegesen, mintha egy másik csoportba tartoznánk bele. Ez egy nagyon figyelmeztető jel, tehát nyilvánvalóan figyelmeztető jelket pedig komolyan kell venni, mert az a feladatunk, hogy ebből a közelből Magyarországot kiragadjuk, és rakjuk vissza Magyarországot az őt megillető helyre. Hát ez egy... Itt csak azt akartam ugye jelezni, hogy a válságot követően alapvetően nem a bankhitelek, amik ugye jelentős szerepet tudnak a növekedésben játszani, hanem az EU-s források. Ez egyrészt jó, és örülünk annak, hogy vannak EU-s források. Másrészt megjegyzem, hogy rossz, és ezzel kell foglalkoznunk, hogy miért is rossz. Mert hogyha egy gazdaság az úgy működik, hogy a vállalkozás nem azt a beruházás hajtja végre, ami az ő tevékenységének a szerves fejlődése lenne, hanem azt hagyja végre, amire támogatást kap, akkor azt érezzük, hogy itt akkor félre megy a magyar gazdaság. Hogyha a magyar vállalkozók azok a beruházásaikat azért halasztják, mert a támogatást várják, miközben lenne növekedési potenciáljuk, akkor megint nagy baj van. Tehát alapvetően tudni kell, hogy
ha a gondolkodásmód átalakul a támogatásból való élésre, ezt tudjuk, a társadalmi csoportok esetében is milyen veszélye jár, hogy inkább támogatásból élek, mint munkából, de megjegyzem, ha a vállalkozási közeg is ebben az irányba átalakul, hogy a támogatásokat várom, és nem a saját erőmből akarok esetleg hitellel növekedni, akkor az ország nagyon könnyen rossz pályára kerülhet, ma ennek alapvetően vannak jelei. Amikor foglalkozunk a KKV hitelállomány növekedéssel, ma mind a jegybankkal, mint a Nemzetgazdasági Minisztériummal, ugye erről beszélünk, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy a vállalkozások hozzákelőre kezdjék el a beruházásokat, és terjed meg azt a formát, ahogyan ugye a támogatás az a másodlagos szerep lesz, tehát az egy kiegészítő dolog, és nem a támogatásból és a támogatásért való élés lesz a meghatározó hát ilyen vállalkozói szemlélet. Egyébként az uniós forrásoknál, amint ez látszik is, hogy Magyarország viszonylag ugye a keretekkel is jól állt, a lehívással is, tehát annak örülünk egyébként, hogy léteznek, és ma azt látjuk, hogy pont azáltal, hogy a gazdasági válság idén is léteztek, és velünk élnek, ezért egyfajta Marshall tervként funkcionálnak a közép-európai országok esetében. Egy másik roppant érdekes ábrát még hoztam ide, az pedig arról szól, hogy a bankok a GDP-hez hogyan tudnak hozzájárulni. Ugye itt alapvetően látszik az, hogy a gazdasági válság idején ugye nem tudott a magyar bankszektor alapvetően a GDP-hez hozzájárulni, és azóta is inkább a nullához közelít, ami azért nagyon fáj, mert a monetáris politika az alapkamat csökkenésével, meg az NHP és a jegybank az NHP programjával nagyon nagy mértékben támogatja azt, hogy a hitelezés révén tudjuk a gazdaságot és ezáltal a GDP-t is növelni. Hát nem lennék hiteles főtitkár, hogyha nem beszélnék a bankszektorra jutó terhekről. Ez egy nagyon érdekes ábra, ami azt mutatja meg, hogy az elmúlt 12 évben a bankszektornak a nyeresége hogyan maradt el a nemzetközi szinten elvárt befektetői profittól. Tehát, hogyha a nemzetközi szinten nézzük, akkor ugye minden részvényvásárlásnál, cégfelvásárlásnál van egy átlagos nyereségszint, amivel a befektetők hosszú távon tudnak számolni, ez összefügg persze a kockázattal is. És mi az, ami ugye most roppant érdekes, az, hogy mutatom azt, hogy hol van az a kék, az a görbe, ami az átlagosan elvárt nemzetközi befektetői eredmény lenne, és ehhez képest a magyar bankszektor ugye hogyan teljesített. Azt láthatjuk, hogy ahol zöld, ott fölötte voltunk ennek a nyereségnek, ahol piros vagy nagyon piros, ott pedig ugye alatta voltunk. És mi az, amit látunk? Hogy a zöld és a pirosak összevetéséből az jön ki, hogy a magyar bankszektornak a profitja 12 év alatt 3000 milliárd forinttal maradt el attól, amit minden befektető hagyományosan a gazdaságban realizálni tudott. Hogy ezt mindenki tudja a számot értékelni, ez nagyságrendileg annyi, mint a magyar bankszektorban levő összes tőkéje a bankszektornak. Tehát ugye a tőkéjét meg kell duplázni a szektornak, ehelyett a duplázás helyett ugye mondjuk szinte maradt, tehát nem tudta 12 év alatt a tulajdonosi elvárásoknak nem tudott generálisan megfelelni. Itt ugye átlagról beszélünk, ugye itt azért vannak különböző szereplők. Hát, hogy az adóterhetnél hol tartunk, azt hiszem az ábra az roppant érdekes, ugye mutatja, hogy melyik évben milyen adózási kérdések jöttek elő. Figyelembe vettük azokat az éveket, amikor a bankadóból valami visszaigényelhető volt, tehát tényleg a lehetőleg tisztességesebben mutattuk ki, hogy mi az, amivel a költségvetésbe befizetésre került. Ugye itt egy dologra kell figyelni, hogy az a pénzügyi tranzakciós illeték, amit ugye minden egyes pénzmozgásnál meg kell fizetni, annak a hatását zölddel mutattam, az látszik, hogy ma az egyik legjelentősebb hatású tranzakciós vagy adóbevétel a költségvetés számára a pénzügyi tranzakciós illeték. Hát itt nyilván majd egy kicsikét még itt ugye elmondjuk, hogy egy más ábrán, hogy azok a terhek hogyan és miként jöttek létre. Bemutatjuk, hogy az ezen terhek kapcsán ugye a szövetkezeti típusú vagy azon múlttal rendelkező
hitelintézeteknek a csődjei azok milyen extra terheket jelentettek a bankszektor számára, és belevettem még a csaló brokereknek az eredményét is. Hogyha ezeket ugye még összesítjük, akkor itt látható, hogy az összes kárrendezés ugye 12 januárese után 435 milliárd. Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, amit a bankszektor hosszú időn keresztül a betétbiztosításban, a befektetővédelmi alapban gyűjtögetett, azt mindet elvitték, és mind a két intézmény óriási összegű, ilyen 100 milliárdos hitelfelvételre kényszerült, hogy tudja ezeket a csődhelyzeteket alapvetően kezelni. Itt nyilván van a felelősség kérdéséről, a bankszektornak mindig is más lesz a véleménye, mint a politikai szereplőknek. Hogy az adózás az mennyire jelentős, itt megnéztük ágazati szinten ugye Magyarországon, az látszik, hogy a pénzügyi tevékenység az a következő jelentősebb adóterhelésű ágazatoknak legalább a háromszorosát fizeti, tehát jelentős mértékben túlterhelt. Ennek van egy következménye, az pedig az, hogy a magyar bankszektor elvesztette a régiós versenyképességét, tehát ma már a régióban a magyar bankszektor nem tartozik a húzó bankok közé, tehát nagyon nehezen tud a mai kihívások között helytállni. És ugye ez a jobboldali ábra ugye ezt erősíti, ahol megmutatjuk azt, hogy a többi országhoz képest a bankszektorra milyen extra adók jutnak, tehát nyilvánvalóan látszik, hogy meglepő összeghez viszonyítva a magyar bankszektor messze menően túlterhelt, tehát semmilyen észszerű magyarázat nincsen arra, hogy hogyan lehet ezt az elképesztő mértékű túlterhelést ugye hosszú távon fenntartani. Ennek hatására, ahogy látszik, ugye a tulajdonosi kör az változik, tehát látszik, hogy a bankoknál, hogy mi ugye mi és hogyan alakul alapvetően át, tehát érezhetők azok a hatások, ahol ugye ilyen az ország zászlókkal jelzem, hogy látszik, hogy a magyar bankok ugye hogyan nő a magyar zászlóknak a száma, tehát mi az átalakulás, ami alapvetően végbe megy. Itt ugye arról kell mindig beszélni, hogy az MNB arról beszél, hogy szerinte 5 univerzális nagybankra van szükség, és alapvetően ugye ebbe az irányban ezt egy pozitív folyamatot tartja, ami az országban eddig alapvetően történt. Ez nem. Na, erről kell még beszélnem a strukturális változásokról. Ugye, hogy mi az, ami alapvetően végbe ment. Itt van egy fő gondolatom, hogy amikor a gazdasági válság kitört, akkor minden politikus attól rettent meg, hogy nehogy egy nagy bank még csődbe menjen, ugye a Lehman Brothers után, nehogy még egy ilyen sok hatás érjen egy országot. Tehát ugye azt mondták a nagy bankokra, hogy túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. És van egy érdekes hatás, amivel számolnunk kell. Ma már Európa szinte nem erről beszélünk, ma arról beszélünk, hogy azon szabályozói és tőkekövetelmények mellett, amit kiépítettek az európai politikusok, ma azzal kell foglalkoznunk, hogy túl kicsikék már egy csomó bank túl kicsike ahhoz, hogy túléljen. Tehát olyan szabályozói követelmények és olyan tőkekövetelményeket léptetek életbe, ami hosszú távon nem teszi azt lehetővé, hogy a kis és közép bankok túléljenek és az európai versenyben helyt álljanak, tehát a too big to fail helyett a too small to survive gondolati átrendeződés kell lassanként ugye végrehajtani. És itt van egy nagyon fontos a külföldi bankoknak a szerepéről. Ez azért kell erről beszélnem, mert itt van egy jelentős vitánk a jegybankkal. Ha megnézzük Magyarországon, és ebben kis segítséget kapok, akkor a fiúk mindjárt összeszámolják nekem, én odaza megszámoltam, és az jött ki, hogy 13 országból van jelen Magyarországon bank. Ugye van mondjuk Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Belgiumból, az Egyesült Államokból, Kínából, Koreából, hogy most kell számolni, amíg 13-ig el nem jutunk. És az az érdekesség, hogy ez a 13 ország hozta az országba az összes külföldi működő tőke 85%-át. Ugye nincsenek jelen az országban, nincsen angol, svájci, spanyol, kanadai, ausztrál, török, közel-keletről senki, Dél-Kelet-Ázsiából senki, tehát hogy nincsenek ilyen bankjaink, miközben ezek ugye Skandináviából sincs. Ugye nagyon nagy gazdasági potenciállal bírnak, és ők csak 15%-ot hoztak. Ez ugye azért nagyon lényeges, mert amikor azzal kell foglalkoznunk, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, itt ugye mindig azt kell megnézni, hogy a banknak kell hamarabb jelen lenni, vagy pedig a bank az majd csak követi a bejövő vállalkozásokat.
És tudom, hogy van olyan politikus, aki elmondja, hogy a Hankook gumigyárat ő hozta be az országba. Hát én neki nem mondom el, de mert nem kérdeztem meg, hogy igazat mond-e. Politikusoknak nem is tudom, ilyenekre válaszolni ilyen kérdésre. Egy biztos, hogy a Hankook cégcsoport a korai banktól, ugye korai cég, korai banktól kért hitelt a lengyelországi beruházására, hogy Lengyelország építse fel a gumigyárat. Viszont ennek a banknak csak Magyarországon volt kirendeltsége, és azt mondta az itteni KDB vezér, az én akkori főnököm, hogy a lengyel beruházást nem tudjuk nyomon követni, hozzassátok Magyarországi beruházást, mert akkor meg tudjuk nézni, hogy a hitelt azt jól használják-e fel. Egy héten belül a döntés megszületett arról, hogy a beruházás Magyarországon fog megvalósulni, vagy a bankhitelből valósul meg, tehát a bank megmondta, hogy melyik a helyes helyszín, ahová hozni kell. Ez ugye azért nagyon lényeges, mert a bankoknál mi mindig csak azt gondoljuk, hogy a hitelezés a fő tevékenység, a külföldi bankoknál van egy másik fontosabb tevékenység, a tanácsadás. Hogy milyen üzeneteket közvetít haza az anya bank számla vezetett ügyfelei számára. Ha olyan üzenetet, hogy Magyarországra szabad jönni beruházással, mert ugye itt figyelemmel tudjuk kísérni, akkor az ide tőke vonzó képességet jelent, és az itt levő bank hozza ide az anyabank ügyfeleink keresztül az újabb és újabb beruházásokat. Ha nincs ilyen, akkor nem tudja hozni. Tehát nekünk az a véleményünk a bankszövetségben, hogy nem az, hogy kevesebb bankra, sokkal több bankra lenne szükség. Szükség lenne azért is, mert az Exim Bank is azt mondja, hogy akkor tud két ország között az export-import megfelelőképpen működni, hogyha van direkt kereskedelmi banki kapcsolat. Ha nincs, nem fog tudni működni. Tehát ez az a változás, amit ugye mindenkinek meg kell érteni, és el kell fogadni, hogy ahhoz, hogy a gazdaságot tudjuk működtetni, sokkal aktívabban szükségünk van a banki jelenlétre. Az igaz ugyan, hogy a lakosság ügyfélkörnek a mérete a gazdaság ereje alapján 5 nagy bank bőségesen ki tudja szolgálni a lakosság ügyfélkört, ugyanakkor a vállalat ügyfélkör szempontjából a tőkevonzó képesség miatt újabb és újabb vállalati bankokra, bankfiókokra van szükség, hogy ezáltal tudjuk a magyar gazdaságot alapvetően növelni, és tudjunk további tőkét, további beruházásokat bevonzani az országba. Nézzük meg a GDP és a fogyasztás összefüggéseit. Tehát ugye én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen mi magyarok, hogyha politikusat arra biztatjuk, hogy azért tegyenek meg mindent, hogy a magyar emberek jobban éljenek. Tehát ugye a fogyasztásunk ugye nem hiszem tényleg ezt, mint egyházi vezető, és nem hiszem, hogy az a normális könyvben, hogy minden évben többet kell fogyasztanunk. Viszont azt hiszem, hogy annyit kell tudni fogyasztani, ami az életszínvonalunknak egy bizonyos normális mederben tartását elősegíti. Egy biztos, amit látunk, hogy a GDP növekedés és a fogyasztás az összefügg. Tehát ugye amelyik országban nő a GDP, ott nő a fogyasztás, tehát ez alapvetően a normális. A gond az akkor ugye van, amikor a fogyasztás gyorsabban nő, mint a GDP, mint a teljesítmény. Amit nekünk ugye ezért érdemes ezzel foglalkoznunk, az pedig az, hogy ugye az alsó ábra mutatom, hogy hol tartanak a mi versenytársaink. Ugye a lengyelek, a csehek, a szlovákok a GDP-ben, ott látható ugye a növekedés 2006-hoz képest. Ugye hol tartunk mi magyarok? Tehát ténylegesen jelentős problémákkal küzdünk, és jelentős probléma ez a fogyasztás alakulása. Mert ugye azt látjuk, hogy nem csak az Európai Unió elmegy mellettünk, hanem a mi versenytársaink, ahol ugye az egykoron hasonló bázishoz tudjuk hasonlítani. Ugye, tehát nagyon nehéz mondjuk magunkat a növekedésben, nem akarom a svédekhez vagy a svájciakhoz hasonlítani, de hát ugye a szlovákokhoz csak-csak jó lenne azért ugye magunkat összehasonlítani, és azt látjuk, hogy alapvetően ketté szakadtunk, tehát ténylegesen nem maradtunk. Tehát ezért van az, hogy amiről gyakran beszélünk, hogy minden erőnkkel azon dolgozunk a bankszektorban, hogy ezt a fajta gyalázatos tendenciát, ezt meg tudjuk valamilyen szinten fordítani. Tehát ez így nem maradhat, hogy alapvetően Magyarország kikerüljön a közép-európai országok közül. A hitelezés kapcsán ezzel legtöbbet ezzel foglalkozunk, hogy melyik ágazatban mennyi hitet kellene ahhoz adni, hogy ott alapvetően a növekedés megtörténjen.
És ugye itt mutatjuk azt, hogy hol volt növekedés, ugye a legelső oszlop, hogy növekedés az elmúlt 4 évben, ugye hol következett be. Ugye látszik, hogy gépiparban mennyi az ágazati súlya, utána mennyi ugye a súlya a hazai válti portfólióban, és ugye az elmúlt években a hitelek hogyan változtak. És ugye ilyenkor azt látjuk, hogy ha az összképet nézzük, és ugye darabonként értékeljük ugye ki, akkor ugye ugyan vannak ilyen pozitív növekedések, mondjuk, hogy az mezőgazdaságban növekedtünk az elmúlt években 34%-ot, csak az a gond, hogy ennek a súlya a hitelportfólióban elenyésző. És ugye nyilvánvalóan ugye ott kellene nagyon sokat növekednünk, aminek van is súlya, és ugye az az alapvető gond, aminek meg van súlya, ott még igazából nem sikerült növekednünk, hát sokkal inkább nézd meg szolgáltatásoknak a súlya 39%, és ugye a hitelportfólióban 42%, hitelváltozás negatív. Tehát ugye, hogy a növekedés ugye az nem úgy sikerült, ahogyan ezt meg kellett tennünk, annak örülünk, hogy van, ahol átlag felett a növekedés, ugyanakkor nyilván van nagyon sok ágazatban, van egyfajta adósságunk, ami a következő éveket jellemezni fogja, és ma ezzel foglalkozunk, hogy melyik ágazatban mennyi hitelt hogyan tudnánk belepumpálni, milyen jegybanki és kormányzati programokkal tudnánk elősegíteni azt, hogy minden ágazatban a növekedés bekövetkezzen. Ez az ábra, ez egy dolog, egy szempontból fontos, hogy azt mutatja meg, hogy a cég, a vállalati ügyfélkörnek a hitele az hogyan áll össze. Látjuk, hogy van a sötét kék ábra, a tulajdonosi hitelt mutatja, ami a tulajdonoshoz származik. Van a piros ugye rész, a külföldről fölvett hiteleket mutatja. A ilyen közép kék mutatja a devizahitel hazai bankoktól. És ugye ez a világos kék a legalsó minden oszlopban, az a forint hitel a hazai bankoktól. És ugye ez miért nagyon fontos? Mert hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Magyar Nemzeti Banknak mi a hatása a gazdaságra, mi az, amire a jegybanki kamat révén hatást tud gyakorolni, akkor csak a világos kék rész, ott van a Nemzeti Banknak hatása, forint hitel hazai bankoktól. Ott van hatás annak, hogy lementek a kamatok, az összes többi az ugye kívül áll. Tehát amikor ugye azért is nagyon nehéz lehet mondjuk mentes tanácstagként ugye döntéseket hozni, mert neki mit kell látnia? Hogy az ő, amire hatással bír, az egy elenyésző része ugye annak a 2015-ös ábrának. Tehát elenyésző része van alapvetően hatása, mert a bankok ugye kikerülik a hazai bankszektort. Hazai bankszektor, mondtam, régió szinten nem versenyképes, kikerülik, a tulajdonosoktól való függés, a külföldi bankoktól függés sokkal erősebb, és alig-alig van olyan, amire a magyar bankszektornak, azon belül is csak a fele, ugye vállalati ügyfelkörről beszélünk, csak a fele, ami pedig forint forrás, aminek a jegybanknak van hatása. Tehát nagyon meg azt gondolni, hogy a különböző lépéseknek az összesített hatása az ténylegesen mit vált ki. Egyről biztos, hogy azzal a kicsike kis világos kékkel nagyon nehéz a gazdaságot mozgásba hozni. Ez egyfajta elkeserítő megállapítás egyébként a jegybanki ugye szereplők számára. A másik fő probléma, amivel foglalkozni kell általában, hogy a hogyan változott meg a vállalatoknak az eszközforrás struktúrája. Itt a legalsó ábra szeretném a figyelmet felhívni. Tehát amikor azt néztük meg, hogy az elmúlt években a magyar vállalkozói körnek a nettó pénzügyi pozíciója 1400 milliárd forinttal javult, akkor ugye most értjük meg azokat a banki üzletkötőket, akik azt mondják, hogy kimennek a vállalkozásokhoz, kínálgatják a hiteleket, és azt mondják, hogy nem kell a hitel, mert ha be akarnék ruházni, akkor van hozzá saját forrásom is, ugye, ez a főleg a középvált ügyfélkörről beszélek, van hozzá saját forrásom is, de megvárom a támogatást. Tehát a pénzügyi szempontból az 1400 millió nagyon fontos üzenet, a magyar vállalkozói szféra be tudna ruházni, mert jobb a pénzügyi pozíciója önerőből is, akinek van önereje, hagyományosan könnyebben kapnak hitelt is, tehát tudnának beruházni, és mégsem ruháznak be. Tehát alapvetően az a stimulusnak, ami éri a bankszektort, azt tovább kell majd valamilyen szinten vinni a gazdaságére, további szereplőihez, hogy ne várakozást legyen, és ne a támogatásból való élést legyen a fő tevékenységi
útmutató, hanem alapvetően a javult pénzügyi pozícióik mellett, a hitel képességük mellett kezdjék el a magyar gazdaságot felépíteni, mert azért végül mégiscsak ez az ő feladatuk. Jelzálók hitelezés, itt egy dolgot kell mindig elmondanom, és erről ezt mindig föl van a sajtóban is, ahol elmondom, hogy van egy alapvető gond, hogy a jelzálók hitelezés akkor tud működni, amikor annak a keretrendszere az létezik. Tehát olyan jelzálók hitelezést, olyan körülmények között jelzálók hitelezést folytatni, hogy a keretrendszer, a jogszabályi feltételek ezt nem teszik lehetővé, ez hosszú távon nem tartható fent. Tehát alapvetően látszanak is ezek a számok. És ugye ezek a számoknál van néhány érdekes dolog. Az egyik ugye az, hogy hagyományosan azt mondjuk, hogy Magyarországon a lakásállomány szinten tartásához évi 40 ezer lakásra van szükség. Ugye nem annyi új lakásra, mert ugye a 4 millió lakásból, ugye ha 100 évente az 1%-ot kell hüvelykű szabályt megújítani. Hát azt látjuk, hogy még a csúcsidőszakban se nagyon tudtunk ugye darabszámban ennyi új lakást felépítetni, ha bár ugye a hitelvolumen növekedése az nagyon jelentős mértékű volt. Egy dolgot kell látni, hogy amióta a keretrendszert a moratóriumok révén, meg egyéb szabályokkal a politikai szereplők elvették a bankszektortól, drasztikus mértékűre, nagyon alacsonyra esett le a jelzálók hiteleknek a volumene. Tehát ezzel a volumennel nem lehet a magyar ingatlanállományt szinten tartani. Ez a mai volumen, ez ilyen 5-8 ezer lakás per évet tesz lehetővé. Egyébként, hogy mennyire van szükség, ha hallgatók ezzel foglalkoznak, akkor van egy jó hírem. Én, ha most írnám a szakdolgozatomat, azzal foglalkoznék, hogy nem is 40 ezer kell, hanem csak 20 ezer. Meg is mondom miért, mert a hüvelykű szabály azt mondja, hogy 1%, csak hogy Magyarország a 4 millió ingatlanból 700 ezer egyfolytában üres. Tehát csak 3,3 lakott. Akkor már nem is 40, már csak 33 ezer. Ha a lakosság szám fogy, úgyhogy egy lakásban hárman laknak, ha évi 100 ezerrel fogy, akkor nulla kell. Viszont van egy országon belül immigráció, mondjuk egy Békés Győr irányába, ugyanakkor megyéken belül is van egy városiasodási migráció. Ha ezzel összes ilyen hatást összevetjük, nagyon jól lehet számolgatni, ki fog jönni a diáknak is az, hogy 20 ezerre van szükség. Ezt elállítom a politikusoknak, attól képzelem, hogy csak 20 ezeret mondanak. Ha diák lennék, elbírnám azt a dolgozatomat, tehát hogy milyen érdekesek ezek a hatások, és úgy ugye hogyan alakult át az egész. Itt látszik az, hogy nyilvánvalóan a jelzálók hitelezés az úgy működik, ahogyan a feltételek ugye ezt engedik, illetve a támogatás van, akkor növekszik, ha szabályozás van, akkor meg csökken. Tehát jelentős mértékben tudja a politikai hatalom a jelzálók hitelezést, és ezáltal az új lakásteremtést befolyásolni. Egy dolgot tudtunk elérni, hogy ma már célnak a 20 ezeret tekintjük a minisztériumban folyó szakmai megbeszéléseken. Hát ez a penetrációs gazdasági fejlettség, ez roppant érdekes, ugye, hogy hol, hogyan, hova tartozunk. Nyilvánvalóan itt a penetráció gazdasági fejlettségnél az a szerencsénk, hogyha alaposan figyeljük, hogy a szlovák, a cseh és a lengyel nem sokkal van előttünk. Tehát a korábbi a tendenciákban látjuk ugye azt, hogy ott rossz tendencián, tehát rossz irányba indultunk el, ugyanakkor meg a különbség nem akkora, hogy hogy a rossz tendenciát ne lehessen visszafordítani, és ne tudjunk fölzárkozni a korábbi versenytársainkhoz, a visegrádi országokhoz. Ugye ez egy teljesen más, ugye most európai kitekintésben térképen is megmutatom, arra ugye ilyenekről szól, hogy a penetrációban ugye hol tartunk. Itt látható, hogy Magyarországnak a helye mégiscsak itt lenne valahol a közép-európai térségben. És ugye itt számokat írtam, hogy lakosság 72%-ának van bankszámlája. Ez egy nagy öröm. Ugye az, hogy csak 36% kapja jövedelmi bankszámlára, ez a fekete gazdaságot biztosan jelentős mértékben, mértékű szerepére ráutal. Főzetesek 40% a bankkártyával, az egy kicsikét még rossz, ott még van némi növekedés. Ami roppant érdekes különben,
hogy az embereknek a 15%-a a hitelt a családtagoktól, ismerősöktől veszi fel. Nagyon bízunk abban, hogy ebben az esetben a visszafizetési ráta az meghaladja a bankok által tapasztalt visszafizetési rátát. Szoktunk azzal foglalkozni, hogy az Európai Unióban mik azok a fő célkitűzések, amikkel alapvetően foglalkozni kell. És négy alapvető pontot tudunk elmondani. Az egyik és legfontosabb a reputáció. Ez itt a reputációról azért kell szólnom, mert azt nem tudom elképzelni, hogy a mai reputációval bíró bankszektor eredményesen tud az európai gazdasági fejlődéshez hozzájárulni. Tehát biztosak vagyunk abban, hogy a legelső és legfontosabb kérdés a reputációnak a rendezése. Tehát ez az alap. Tehát a bankszektornak az alapja a bizalom, a mai reputációval nem fogunk tudni a további lépésekben előre menni. Ha most akkor arról mondom tovább, ha nézzük a következő nagy kihívást, ez a digitális transformáció. Mert ugye, amikor én a bankszektorban elkezdtem dolgozni, akkor mi volt a normális? Ha egy ügyfél be akart jönni a bankszektorban, még képzeljétek el, még az ügyfelek is nyakkendőt kötöttek. De legalábbis egy biztos, hogy nem rövid nadrágba jöttek be. Tehát, hogy egy felöltöztünk, mert ugye bementünk az egyik szent tehén, azt hiszem, hogy adóhivatal bank szent tehénként, tehát oda fel kell töltözni, ott meg kell jelenni. Tehát ugye a mai ifjúság már ennél sokkal lazább, hát képesek a mai fiatal kell menni színházba nyakkendő nélkül, ha nem tévedek. Egerben is, Budapesten biztosan. Egerben is, nem kérdés. És ugye van egy óriási változás a digitális korszak kapcsán. Én a telefonomat még hagyományosan telefonálni használom. A fiaim azok már hagyományosan a telefonokat inkább ilyen internet, meg minden dolgokra használják, és inkább SMS küld sem, mint hogy telefonáljon. Tehát mások a szokásai egyszerűen. És azt gondoljuk, hogy a legnagyobb kihívás ez a digitális korszak fogja okozni. Nem is azáltal, hogy a digitális banki termékeket kialakítsuk és lehetővé tegyük, hanem hogy hogyan tudjuk majd a digitális korszakot törvényekre szabályozni. Tehát ugye nincsenek országhatárok, sokkal nagyobb az anonimitás, és ugye mégis törvényileg le kell majd szabályozni, tehát ez lesz egy nagyobb kihívásunk, ennek a törvényi szabályozása. Amit ugye látunk, és európai szinten érdekes, én Európában azt tapasztalom, hogy a gazdasági válság óta felgyorsultak az integrációs folyamatok. A pénzügyi szektorban teljesen biztosan. Tehát ugye az egységes piacvédelem, az egységes érdekek mentén egy nagyon felgyorsult szabályozási folyamatnak vagyunk a részesei. Ugye kialakult az egységes európai bankfelügyelet, ugye? Térünk át az egységes átutalási formákra, tehát az egységes európai szabályozás, tőke szabályozásokra, követelményekre. Tehát van egy egységesítés, ami az egyik nagy kihívás, hogy az országok hogyan tudnak majd ehhez alkalmazkodni. És ugye van egy másik, amivel Európa szinten kell foglalkozni, az pedig, hogy ezt a lemaradó európai gazdasági növekedést hogyan tudjuk az egységes piaccal és ezzel az egységes bankszektorral, az egységesen felügyelt bankszektorral ugye ismét ebbe életet lehelni. És amit nagyon fontos, hogy amikor a bankosokkal erről beszélek, akkor általában ők is kérdezik, hogy mi a véleményem, és azt mondani, hogy nem csak az a feladatotok, hogy hitelt adjatok, hanem az, hogy az ügyfeleket tegyétek hitelképessé. Tehát megjegyzem, az a fogyasztóvédelemnek, amit ugye ellátnak az állami szervek, annak van lenne egy banki lába, és annak az a helyes banki lába, hogy hitelképessé kell az ügyfeleket tenni. És megjegyzem, hogy nem is újszerű, hát van egy jó hírem. Magyarországon bankszövetség 9 évvel korábban alakult, mint Svájcban, 1903-ban nálunk, ott meg ugye 13, meg 12-ben, tehát hamarabb alakult meg Magyarországon. És az a korábbi bankszövetségek az ügyfelek számára olyan könyveket adtak ki, hogy hogyan gazdálkodjak úgy, hogy hitelképes legyek agrárgazdálkodók számára. Tehát ugye tényleg a hitelképességet tenni az ügyfeleket nagyon fontos. És ugye ma biztos, hogy az ügyfeleket kell abban az életben edukálni, hogy ugye a hitelt fel tudják venni, és tudják a gazdaságokat, a saját vállalkozásukat eredményesen működni. Tehát ez lesz egy ilyen új feladat a bankszektor számára, amiben majd még részt kell alapvetően vennünk. Most visszatérek még egy kicsikét ide Magyarországra, hogy hol van a mi helyünk. Itt alapvetően ugye
a bankszektornak a fejlettségét is mutatja. Ugye megnéztem, hogy hány hitelintézet van, hány alkalmazott, és alapvetően, hogyha ugye az arányokat nézzük, akkor magunkat nem hiszem, hogy a vezető országhoz kell viszonyítani, hanem mondjuk meg kell nézni, hogy a nagyon fejlettebb Ausztria ugye hol tart. Ausztriában hagyományosan nagyon sok befektetési, meg kisbank is van, ugye városi, meg régiós bankok, jóval több hitelintézet van, és megjegyzem, hogy körülbelül kétszer annyi dolgozó, mint nálunk. Ugye a hozzánk méretében ugye négyszer akkora Lengyelországban, kb. Négyszer annyi hitelintézet van, és négyszer annyi banki dolgozó. Csehországban ugye hiányzik a szövetkezeti láb alapvetően, tehát ugye kevesebb a hitelintézet, ugyanannyi dolgozói létszám látja el, tehát körülbelül fejlettségben mi a lengyel csehekkel bankszektor szinten, egységes szinten vagyunk, nem is csodálkozunk. Hagyományosan, ha visszatekintünk a magyarosítás előtti időszakra, ugyanaz a bankszektor tulajdonolta a magyar bankszektort, mint az övéket is, hasonló módon, fejlett módon tudta alapvetően működtetni, tehát helyünk van a szektorban. Tehát ugye az alapvető gondot mi abban látjuk, hogy hagyományosan van egy magyar család, akinek van valamennyi bevétele, a bevétele a válság kitörése óta alig változott. Reál értékben mondjuk szinte maradt. Ugye mit szokott meg hagyományosan, hogy kifizette a bankhitelt, a rezsit, meg minden egyéb ilyen állandó terhet, ez volt kb. A jövedelmének a fele, és a másik fele pedig megmaradt arra, hogy éljen. Ugye amikor a különböző társadalmi és politikai hatások eredményeképpen kialakult az, hogy nem kell fizetni a bankhitelt, megjegyzem, akkor ez azonnal magával vonzotta, hogy nem kell fizetni a rezsit, meg semmit se kell fizetni. Hát most gondoljuk, hát a banknak nem kell fizetni, nehogy már fizessek az áramszolgáltatónak. Hát azért érezzük a sorrendet. Tehát ugye semmit se kell fizetni, tehát mi rakult ki? Ugye nagyon hamar kialakult az, hogy ezt a keretet fel lehet élni, ugye ebből lehet élni. Korábban mi volt, ugye a fele volt a fix költség, a feléből éltünk. Kialakult társadalmi szinten ennél az általában kevésbé iskolázott egyszerűbb embereknél, hogy fel lehet élni a teljes vagyonunkat, a teljes havi jövedelmünket. Ha fel lehet élni, akkor ez egy olyan szokássá vált, hogy nagyon nehéz visszalépni. Tehát megjegyzem, hogy az emberek könnyebben az, hogy jobban élnek, nagyon könnyen át tudnak állni, az, hogy rosszabbul, ez nagyon nehezen szokott történni. És hogy itt is mi történt, hogy hiába történt meg a deviziteknek a rendezése, ugye megmaradt, hogy ennyiből tudunk megélni, mert ennyiből éltünk az elmúlt években is. Hiába lenne már a fix terheknek a száma, rezsicsökkentés, ugye forintosítása, elszámolás, stb. Hiába lenne ez a fix rész jóval kevesebb, a korábbi évekhez képest több maradna megélhetésre, de az a szokás, hogy elköltünk mindent, mert az elmúlt években is így éltünk, ezt nagyon nehéz feladni, tehát valóban azzal kell most szembenézni, hogy hiába történt meg a devizetnek az elszámolása, hiába ment végbe a rezsicsökkentés, az emberek nem hajlandók az alacsonyabb rezsit és az alacsonyabb bankhiteleket sem törleszteni. Tehát ugye amikor visszaadtuk a pénzt, akkor úgy tűnt, hogy sokan kikerültek ebből az eladósodottsági körből, ugyanakkor továbbra sem is a semmit fizetik, tehát alapvetően visszaépül a rossz portfólió. Ezen akkor lehet változtatni, hogyha a politika összeszedi az erejét és a bátorságát, és azokat a lépéseket, amik a hosszútávú gazdasági fejlődéshez szükségesek, azokat fölvállalja és meg is teszi. Ma azt gondolom, hogy ha erre van esély, akkor erre az esély a jövő év első felében van. Ha akkor nem valósul meg, akkor nem tudom azt elképzelni, hogy a következő választásokig a politika összeszedje az erejét és a szükséges lépéseket megtegye.